Hellósztok, sziasztok, üdvözlök mindenkit! Ebben a mai videóban Robloxon próbálom meg pár játékot, ami éppenséggel a Recommended Sectionben van nekem, amit ajánl éppen nekem a Roblox, úgyhogy vágjunk is bele. Az első az a Mining Tycoon lesz, most ilyen kétszeres szorzó, ilyen event, nem tudom, van benne. Mindjárt megnézzük, hogy mit tud. Jaj, copyright? Na igen, szóval ez a bányánk. Amúgy fogalmam sincs, hogy ezzel a játékkal egyáltalán játszottam el. Itt egy free miner. És akkor ez itt bányásza nekem a... raw coal. Ugye a nyers szenet. És akkor megnyomjuk ezt a prospector gombot, és akkor ez tovább viszi ebbe a... fogalmam sincs mibe. És akkor most meg kell nyomni ezt a gombot, ami elvileg ebbe a tűzhányóba belerakja, és akkor megkapjuk a rendes szenet. Ez amúgy mekkora környezetkárosítás, már mekkora füst jön ki ott abból a csőből, hát haló. Jó, mert ezt folyamatosan nyomkodni kell azért, hogy a kapacitás az ne teljen meg. Ó, hol tudom kivenni a pénzem? Ja, várjunk itt még! És akkor ez a végállomás? Ide érkezett meg, és akkor ezt így össze... De amúgy milyen jól meg van csinálva amúgy. Ja igen, és akkor 20 darab... szenet tud egyszer elvinni ez a csille, és akkor abból kapjuk meg a pénzt. Értem. Van egy ilyen free spin lehetőség, amit minden nap egyet lehet csinálni. Most kaptam egy factory boostot 15 percig. Á, jó van, hát ez minden, általában minden ilyen tycoonnál lesz szokott lenni, mindig van valami boost. Na van, akkor elviszem ezt a csillét. Ja, és akkor mindig jön egy új csille, nem kell megvárni, míg jön egy másik. Közben amúgy nagyon sok pénzünk van, azt vettem észre. Ja, és lehet merge-ölni a minereket, ami azt jelenti, hogy akkor elvileg jobb érceket fognak gondolom hozni. Igen. Tehát most már rezet is tudnak bányászni. Ú, de jó. Hopp! És most már vasat is tudunk bányászni. És már 1200-os, jó, akkor... Ja, csak ennek a izéjét lehet növelni, hogy... több ideig legyen nyitva. És már 5000 dollárra következő, hát ez hülye. Amúgy elég ígéretes játék amúgy, de tényleg. Egy, el lehet vele ütni egy pár órát. De én többet nem fogok, mert még mondom, egy csomó játék a listámon van, úgyhogy ugrunk is a következőre. A következő játékunk az a Pets Go nevű játék. Valami új dolog volt benne. És a Big Games-től van, azt hiszem, aki csinálta a paintballos játékot, azt hiszem. Nem tudom. Majd mindjárt kiderül. Igen, igen, ők csinálták. Hol van itt a zeneváltási lehetőség? Ja, itt az a lényeg, hogy ugye peteket kell kinyitni. Értem. Hát ez nem éppen valami értelme... Hát nem... Várjál, meg kell fogalmazom normálisan. Ez nem tudom, nem éppen egy izgalmas játéknak tűnik. Á, végre megjött a settings, végre le tudom húzni ezt a szart. Ugye itt lehet upgrade-elni. És van itt ilyen... Úristen, de hangos. Na jó. Á! Van itt egy skill fa, amit lehet upgrade-elni. Értem. Kaptam most ingyen 20 darab almát. És ez mire jó? Kezdem érteni. Szerintem ennél 2 percnél többet nem fogok eltartani. De jó, most már gyorsabban tudjuk kinyitni a... Az igen! Egy az 500-hoz! Mi? Az igen! Az mi volt? Ez mi nyitás volt? Az igen! Ez szép volt, mi az, hogy egy az 500? Egy a 2000, mi? Ez nagy kamu, ez nagy kamu. Meg van bundázva. Ez biztos, hogy nem. És akkor most már elvileg van inventorim, ahol ugye a peteket tudom intézni. Hát ez valami... És akkor most minden tizedik nyitás egy golden nyitás lesz. Nézzük, mit nyitok belőle. Az igen. Az gyönyörű szép golden nyitás volt, akkora szerencse volt benne. Tehát amiket upgrade-elsz, lehet, hogy még azon belül még lehet upgrade-elni. És akkor most már vannak ilyen aranyzék a földön, ilyen aranypénzek, ezeket meg ki lehet nyitni, és azért is kapsz ugye extra pénzt. És itt lehetett beállítani az autórólt. Tehát, hogy... Tehát innentől fogva már csak hátra kell dőld, az azt nézned, hogy mi történik. Értem. Amúgy meg nem egy rossz játék, csak nem tudom, jobban szeretem a Tycoon jellegű játékokat. Ez ilyen bejössz, és akkor pörgetsz, és akkor csak így benn vagy. És akkor a következővel már 3 coin fogok kapni, ami már 9-es, és itt van a Shining Golden nyitás, ami hát...
Hát inkább hagyjuk, hogy ez milyen volt. Akkor azt hiszem, itt meg is érkezhetünk. Úristen, mi volt ez a nagy remegés? Mi? Bónusz roll? Ez egy 50-szeres nyitás? Mi? És pont amikor kiléptem volna. Mi? Ez a játék pontosan tudja, hogy mikor kell időzíteni. Hihetetlen. Ez a skillfára oda tették magukat rendesen. De azért biztos volt benne munka. Na jó van, ugrunk a következő játékra. A következő játékunk az Evolution Simulator lesz. Úristen, mi ez a felület? Tehát itt kétfajta jutalomrendszer van, az egyik az az, hogy majdnem 3 órát benn kell lenned. És ugye itt megint rávesz téged arra a játék, hogy a barátaidat is hívd meg. És akkor azzal is kapsz extra dolgokat. Nem igazán értem. Hát még hányat tudok én lerakni? Hát nem is, de az van, hogy 3 energia kell, és ahhoz képest már 2-nél le tudom rakni. Ez így micsoda? És szétszedtük a házat. Most tudok venni más karaktereket. Tehát most 10 000-et kell összegyűjtenem ahhoz, hogy tudjam evolválni a karaktereimet. Ez ilyen nagy logikai játék itt azért már, hogy mit csinálsz. Ú, itt nagyon megtámadtak minket, ez nem jó. De mennyi olyan bunkos botosat tud hozni? Hát én csak egyet tudok hozni mindig. Hát... Haló! Ez direkt úgy van szkriptel, vagy elveszítsem. A következő játékunk az a Mining Inch. Vagy... Hát... Ja, Inch. Most... Inch. Vagy... Hát... Ja, Inch. Most... Inch. Vagy... Hát... Ja, Inch. Most... Mindegy. Remastered az a lényeg. Hát... Ebbe is van egy event, amit most nem fogok kipróbálni, de ez már ilyen Halloween-i jellegű, ahogyan ez kiderült. Szerintem ezzel a játékkal már játszottam, de mindjárt kiderül. Úgy itt még a régi Roblox-os rendszer van, ez tetszik, mindig ilyen... old generation feelinget ad. Na nézzük. Jaj, ezt vágom ezt a játékot, ezt azóta se értettem meg most sem amúgy. A következő játékunk ez a Plane Race nevű játék. Hát itt már most lehet látni, hogy itt be vannak kategorizálva a repülők és annak a használói. Mi meglepő, ezzel is gerjesztve a népet arra, hogy megmutassa, hogy igen, én is pró vagyok. De ez már lejárt lemez elvileg. De majd megnézzük. Oké, tehát azt mondja, van egy daily spinünk. ...15 percig kétszeres strength potionünk van, azért az minyitás volt már elsőre. És egyből az első napi ajándék, hogy 1000 győzelmünk már van is. És látom az irányítás a VASD, oké. Okay. Mi? És ezzel hogy kell elindulni? Mi ez, ennyi? És hogy... Jaj, kattintani kell, ezek nem... Ez egérgyilkoló ez a játék. Hát ezek rendesen torzul a világ, ahogy gyorsítok. Oké, ez a játék, ez nem nekem való, hát... Időbe egy gyulladást kapok a sok izé kattintástól. Bruh. Na jó, nem megy, hát ezek elfárad a kezem, aztán még hány játékkal kell játszanom. Az igenis 2500 gyors talpalót kaptunk, ami azt jelenti, hogy... Jöhetnénk... Na jó, ez meg már főkárosító, úgyhogy megyünk innen. A következő játékunk, ez lehet, hogy már ez már Halloween-i téma lesz, majd kiderül. Ez a Duck Army nevű játék. Ahogyan a képből is látszik, az a lényeg, hogy minél több kacsának kell magad mellett lennie. Na jó van, azt mondja, egy kacsa van nálam. Mi az a nagy mikrofon? Mi a... Mi a faszom ez a játék? Mi ez a játék? Mi a fa... Ez mi? Ez mi? Hát ez elképesztő ez a játék. Mi az Isten ez a játék? A következő játékunk az a Snowplow Simulator. Hát...
A borítóképre ránézve szerintem itt havatkán vagy lapátolunk különböző járművekkel. Úgyhogy nézzük. Na, stick. Ó, hát én már öreg vagyok. Tehát ugye bottal piszkálom a havat ahhoz, hogy tiszta legyen a garázsból az út. Értem. De ez még jó is akkor. És üssél el autóval, így van. 250 hópihébe kerül az első pet, amit ki tudunk nyitni. Hát erre nekem nincs idő. A következő játék már sok ember által ismert lesz. Nem fogok benne sokat játszani, szerintem max egy kör. Ez pedig a Murder Mystery 2. Aki esetleg nem tudná ezt a játékot, az a lényeg, hogy vannak az innocentek, van egy sheriff, és van a murder. Azt hiszem egy vagy kettő, nem tudom, hogy ez hogyan van azóta, mennyit változott. Az a lényeg, hogy az innocenteknek életben kell maradniuk egy bizonyos határidőig. A sheriffnek meg kell találni a gyilkost, és a gyilkosnak meg le kell vadászni mindenkit értelemszerűen. Hát most elvileg ez most egy ilyen Halloween-i kiadás. Most éppen loadingolom a... Ó, hát akkor pont jókor csatlakoztam, nem kell megvárni, hála Istennek, hogy mikor indul. Oké, én innocent vagyok. Aha, én innocent vagyok. Jó. Remélem a murder itt van valahol. De akkor most nem coinokat kell gyűjtögetni? Ja nem, most cukorkákat kell gyűjtögetni, értem. Jaj. És honnan tudták, hogy ki a gyilkos? Föl se tűnt. Akkor még egy kört megyünk. Hopp, innocent vagyok. 5% esélyem lett volna arra, hogy a murder lehessek. Hát ez nagyon alacsony, általában ilyen 25-30%-tól már lehet reménykedni valamiben, de addig semmi. Na, gyűjtsünk cukorkákat. Elvileg itt a fall damage az... Ajaj! Ajaj! Oppá, ott dobálnak kést. Újúj. Megkérem. Föl fog ide jönni. Én várok. Ó! No! Ha leugrok, meghalok? Nem. Jó, oké. Ne lövöldözzetek már vaktábát, itt a gyilkos! De! Lőd már le! Az utolsó előtti játék, amivel játszani fogunk, ez a The Graveyard Pressure nevű játék. Fogalmam sincs, egyszer se játszottam vele, kíváncsi leszek rá, hogy milyen. Nézzük. Nézzük meg a Halloween eventben ezeket. Hát FPS nem nagyon van. Nagyon hangos a game. Azt mondja. Fogalmam sincs, hogy a játék miről szól. Az az igazság, 1/2 player, egy játékos. Hát menjünk egyedül. Menjünk egyedül. Kíváncsi vagyok rá, hogy meddig jutok. Úristen. Anyád, de sötét van. Mi ez? Submarine arrives 40 sec. Aha. Tudhatnám, hogy miért van ilyen sötét? Ne aggódjatok, én se látok többet. A skip waiting... Úristen, mi ezeket föl lehet takarítani? Mi? Adva nyilván, a graveyard has been desecrated by particles, clean it up if possible. Hát nem tudom, mivel kell föl takarítani. Jó, mindig. Hát nem valami bizalomgerjesztő. Hozd meg. Úgy tűnik vártak rám. Szabasz. Oh! Biztató.
Jó, nézzünk körbe kint először. Úgy tűnik muszáj lesz oda bemennem. Kétség kívül. Tehát... Jó, akkor úgy tűnik, hogy muszáj lesz bemennem. Mert ez elvileg utánam fog jönni. Ez eléggé... Azt a kurva élet! Mi a fasz? Hát nem talált, szar vagy. Mi? Vissza kell mennem? Hát te hülye vagy? Hol van? Mi a... Szevasz? Mit kell csinálni amúgy? Szia! Nagyon pancser egy izé. De ez pét... Hopp! De ez sose tud leütni, mert pancser. Szevasztok! Oké, nem erre. Hú, ez egy tök jó labirintus. Szia! Jó, hogy ez egész végig csak be... Nyisd már ki! Úristen! Merre kell menni? Jobbra. Menjünk jobbra. Tehát elvileg ez... Opp, másik irány! Hát, pancser vagy... Ú, bazd meg. Nagyon, nagyon okos az AI-ja ennek a game-nek amúgy. Tetszik. De ez utolér. Ez utolér. Nyisd már ki! Mi ez már jön szembe? Miért? Nyisd ki! Ennél el kell? Úristen, ez nagyon jó ez a játék. Ajaj. Oh. De miért erre jössz? Menj már arrébb. Jó, nem erre. Kurva életbe. Ez ilyen Outlast-es game amúgy. De most komolyan egész végig menekülni kell? Ennyi a game? Úristen, ez eddig a legjobb Halloween játék, amivel valaha játszottam. Ojoj! Hát nem sikerült, mellé. Az is le van blokkolva. Oh! Hülye vagy! Mi a... Anyád! Basszus, komolyan mondom, ez a játék nekem most megtetszett viccen kívül. Tuti, így akad... Ó, oh, jó, takarodjál! Hát még milyen undorító fos fog jönni? Valahol meg... Azt a rohadt... Hülye vagy! Mi? Oh! Ez a játék, ez bolond. Ez mi? Hát ez... Mi? Há? Szar vagy? Azt a rohadt élet. Nem? Erre figyelni kell, mert rácsprinttel, és ki kell térni. Aha. Gyere, gyere. Ne, be fog kebelezni, ez nem jó. Jó? És most. De lehet nem erre kell jönni. Hát nem. Szia. Ne nem, a lehetőleg nem most sprintelj rám. Ez nagyon rossz lesz. Jó. Jó, nem jó. Á, bazd meg! Á, bazd meg! Mi van? Na jó van, azt kell mondjam, hogy szerintem itt ezt befejezzük. Ennek a játéknak a linkje tuti lesz a leírásban. Ez eddig a legjobb játék, amit valaha volt Halloweenkor szerintem. De még van szerintem még egy játék, azt megnézzük, és akkor tényleg ennyi. A Roblox Presents-től, ez nem más, mint a The Haunt nevezetű játék. Ez is szerintem hasonló lesz, mint az előző játék. Hát nem is tudom...
Halló? Mi ez, Hotel Transylvania, vagy mi ez? Ne lök ki már el, hülye gyerek! Dika Headless Horseman. 31. Ja, hogy ez csak egy galéria az egész Halloween-i... Hát olyan, mintha egy aukcióra jönnék most be, és akkor itt mindent úgymond a saját inventoritba tudsz tenni. Szerintem. Survive the killer. Wow. Hát most random bementem egy ajtón amúgy. Ja, hogy ezek átdobnak különböző játékba? Nem, ez még mindig a The Hound-nak a izéje van. Egyedül vagyok, az jó. Ezt inkább hagyjuk, mert nem tudom, kicsit bugosnak tűnik, nem nagyon akar betölteni, vagy nem is tudom. Hát... Érdekes, maradjunk annyiban, hogy érdekes. Mondom, az utolsó, tehát ez a The Pressure, vagy simán Pressure, nem tudom már mi volt a játéknak a neve. Ez szerintem ezek közül a játékok közül ez volt a legjobb. Tudom, hogy más kategória, mert voltak itt tycoonok, meg petes játékok, meg volt ez a, mondom, ez a The Hound, ez olyan egy halloweeni aukciós ház, de tényleg. Ez a The Pressure, ez megér egy kipróbálást, ezt mindenkinek ajánlom, ezt a játékot. Viszont mára ennyi. Köszönöm szépen a figyelmet, találkozunk egy következő videóban, egy következő napon. Na szevasztok!